Jaj, nagyon szépen köszönöm. Csabi. 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 Rakja még ezt fel a cibát? Ezt a szalóra. Köszönöm szépen!
Isten jut, igazi fűszeret, meg kell ezt értened, hát ne veszíts kedvedet. Elindulunk egy ismeretlen úton, nem tudjuk még, hogy mit hoz majd a sors, de nézzük el, és visszaszít elérni. Esni az, ki tényleg boldog is.
énekesek nevében mindjártoknak jó tanulások, boldogságot, egészséget és sikereket kívánok. Dobják körül, mint kustadé, a hetedik sem az a tény. A költeléhez van rá költség,
számtalan megyek, a fölött is van. Akik a jól felszerelt, szép szakkantermekben tanultak 26 év alatt, akik rengeteg ismeretet, tudást szereztek, amit a későbbiek során kamarosztatott is életükben. Sajnálatulásomat elmondhatok azon a pedagógusok nevében is, akik 26 év alatt sokat tettek az iskola fejlesztéséért, korszerűsítéséért, hiszen nem tudunk úgy bemenni egyetlen szaktanterembe sem, ahol a felnőtt és a gyerek kezemunkáját nem találhatnánk meg. Nem csak egyszerűen munkahelyek, de otthonunknak is éreztük ezt az iskolát. Gondolom mindenkinek eszébe jutott elme, az iskola láttán egyesség eredmény, amelyetán a későbbi során is örökben gondolunk majd vissza. Szóval mindezek ismeretében ezekkel a gondolatokkal együtt élve kellett végigküzdenünk a másik fél évet, tanárnak, diáknak egyaránt, hogy meg kell mondani igen nehezennek. Mindezen nehézségek ellenére elmondhatjuk, hogy a feladatokat sikerült teljesíteni, amit az alábbiakkal is igazolt. Alsóhatatos tanulóink legtöbbéről elmondhatjuk, hogy a tanév során különösebb gond és probléma nem volt velük. Igyekeztem az iskolai ház, illetve jelenlévő, valamelyik osztálytanítónak, szaktanárnak, gyermekotthoni nevelőnek, gyermekfelügyelőnek, vezetőnek és beosztottnak, gazdasági területen dolgozóknak, szülőknek, külső támogatóknak, patronáloknak mindazt a segítséget, hogy a tanévben, illetve az előző 25 tanévben küszítottak és megadtak számunkra, hiszen csak így különösen érdekünk el jó eredményeket. Az iskolai részleginkre távozó partársak új munkáikön, a tanulóknak új iskolájukban a munkához, a tanulások, sok siker, egészséget, szép eredményeket kívánok, és remélem a közös munkára mindig szívesen fogunk emlékezni. Kedves vendégeink, kedves kartársak, kedves munkatársak, kedves diákok! A tanítszáló beszédnek mindig van egy visszatérő mondata, amit egy iskola falai között 25-ször hangzott eddig, én magam 17-szer mondtam el, és van benne egy olyan szó, amit ha kiegészítünk néhány szóval, úgy hiszem, nagyon aktuálissá és igazá teszi a mondatot. És ha megengedik ezt a néhány szóval kiegészített volna, úgy mondanám el. A fenti elmondott gondolatok jegyében az 1998-99-es tanévet, valamint a 41-es számú általános iskolát lezárt. Thank you.
Nagy Mónika. Végleges ember.
szomorú, de valóság. Nem mondja már 25 év távlatából, hogy nagyon sok főiskolai egyetemet végzett, gyerek kellünk ki a falak közül, nagyon sok tisztességes, becsületes szakmunkás, szakember, és ha nem lennének már ennyire fáradtak a gyerekek, nagyon sok példával tudnám mondani, hogy a tengeren túlról és innen, Európa országaiból és az ország különböző településeiről hívnak fel, keresnek meg gyerekek nappal és éjszaka, éjszaka azért, mert az időszámítás ugye nem esik egybe nekik, és köszönik meg azt, amit önök, illetve elődjeik itt végeztek azokért és a mostani gyerekekért. Ezért fáj nekünk a szívünk, és ezért gondoltuk és gondoljuk, hogy ezt nem is tudják megérteni. Vagy csak nagyon nagy lelki töblettel rendelkező emberek képesek ezt az érzést megérteni, akiknek nem egy-két dolog fér el a szívükbe, hanem annál sokkal több és nagyobb, és tudnak másokért felelősséget vállalni, és tudnak olyan gyerekekért és olyan emberekért küzdeni, akik védtelenek és kiszolgáltatottak. Ezért rendelkezik ez a mai tanékzáró, és ezért búcsúzunk nehéz szívvel az itt ülő gyerekektől, nem csak a kirepülő és most éppen más, magasabb iskolai típusban folytató gyerekeinktől, hanem mindazoktól, akik itt a széksorokban, a padokon ülnek, hiszen a sorsuk más iskolában fog tovább folytatódni, féltjük őket, nehéz szívvel engedjük el őket, mert itt egy otthon, egy meleg iskolai környezet vette őket körül, és itt képesek voltak teljesíteni, itt képesek voltak tudásukat megmutatni. Reméljük azért, hogy ott is sikerre viszik ezt a tanulmányt, amit itt elkezdtek. A 25 év iskolája azért is szomorú, hogy megszűnik, mert talán kevesen tudják, hogy az a tárgyi környezet, amit biztosított ezeknek a gyerekeknek és az itt lévő és a ma már nem itt dolgozó kollégáknak a munkája, országos kiemelt pedagógiai díjat kapott. Egy ilyen iskolát megszüntetni talán tárgyas formájában is nem biztos, hogy helyesebb is. Mert azt szoktuk mondani az ember életében is, hogy az elmúlás, a halál, mert mi így éljük meg félig meddig ezt az iskola megszüntetést, az még idős korban is szörnyű, és megrázza az embereket, megrázza a rokonokat, a hozzátartozókat. És egy tragédia. Még inkább az, hogyha java korában lévő rokonunkat, embertársunkat szólít el tőlünk a halál, és én csak ezzel tudom a mi iskolánkat összehasonlítani, hogy 25. évében, akkor, amikor már megalapozta a pedagógiáját, akkor, amikor már a speciális pedagógia országos hírű szintjeire kezdett lépni, akkor, amikor már a teljesítésének a teljében él, akkor törik ketté a jövője. Ez azt gondolom, hogy még fájok, mint hogyha talán egy borladozó, egy félig összedőlés előtt álló, és már a végítélet kimondás előtt álló épületről és annak belső előjéről lenne szó. Fájó ettől az iskolától elbúcsúzni. Egyelőre még nem tudjuk, hogy hogy fogjuk megszokni, hogy azok a termek, ahol szeptembertől júniusig mindig valami történt. Mindig tanultak, vagy szaladgáltak, nevetgéltek, vagy éppen rosszalkodtak az odajáró gyerekek. Ez szeptembertől nem így fog történni. Nem tudjuk még, hogy mi lesz a sorsa pontosan. Nem tudjuk még pontosan, hogy mi lesz a kollégáknak a sorsa, vagy legalábbis nagy részüknek. Jelenleg még bizonytalan. Tudjuk a gyerekeinek a sorsát, és ezek örülünk, hogy végül is nekik sikerült 11 iskolába helyet találnunk, és remélhetően, hogy olyan szeretettel fogják őket fogadni, mint amilyen szeretettel igyekszünk oda őket eljuttatni és küldeni, ha
már itt nem adhatunk nekik otthon és iskolát, illetve iskolásokon. Tisztelt vendégeim, szülők, kollégák! Az igazgató nehéz szívvel búcsúzik az iskolától és a kultúrkultúra osztályoktól, és az iskola tanulóitól és tanáraitól. Nagyon sok öröm, néha talán megértés, többször azt hiszem, hogy inkább a megértés, néha szakmai viták, de mindig a gyerekekért tudtuk együtt dolgozni és tenni. Nehezen búcsúzik az igazgató, hiszen az intézmény egy korszerűsítés felé mozdult el, amikor az intézményben 7 szakmai terület elindul egy új korszerű megújulás felé, akkor egy másik része, egy nagyon lényeges része megszűnik. Ez tisztelt iskola testület, kedves kollégák! Én is azt szeretném mondani, amit érzek, hogy ez a mai napnak számomra is a legnehezebb része, amikor reggel jöttem át, akkor ilyen nehéz szívvel még nem jöttem tanévzáróra, mint ahogy most, hiszen mindig ez egy öröm, felnőttnek és gyereknek és igazgatónak is egy megnyugvás, hogy ismét egy évet eredményesen magunk között tudunk, és rengeteg gondolat kezdett kavarogni a fejemben, mit is lehet ilyenkor mondani az eltávozott kollégáknak. Kell egyáltalán mondani valamit, vagy tud-e az ember valamit mondani, amikor még nem tudják pontosan, hogy szeptemberben hol kezdik a következő tanévet, ami egy pedagógus életében elengedhetetlen. Én bízom abban, hogy az önkormányzat június 30-áig lerendezi a még bizonytalan 10 kollégának a sorsát és a helyzetét, és megoldódnak a munkájai, és ha nem is a megszokott környezetükben és helyükön, a volt anyaiskolájukban, ahol többen, mint pályakezdők kezdték el a munkájukat, itt kezdtek igazán pedagógussá lenni, itt nőtték ki a gyakorlat pedagógiáját, itt váltak alkotó gyermeknevelővé, ez most egy másik helyen, egy más területekkel ismét kezdeni, vagy valamilyen módon folytatni. Hankóné Kocsis Erika kolléganő tanítóként az első osztályban egy éve dolgozik nálunk. Az egy év alatt igyekezett nagyon jó fejleszteni, jó gyermeki kapcsolatokat kialakítani, és gondoljuk, hogy nagy-nagy ambícióval indult el köztünk, és nem gondolta, hogy egy pár hónap után az az iskola és intézmény, amelyik befogadta, elköszönt tőle és elbúcsúzik tőle. Köszönjük az itt végzett munkáját, Erika, és kívánjuk, hogy az új munkáim, sajnos csak általában tudom megfogalmazni, ha itt marad nálunk, akkor itt, továbbra is ilyen szeretettel, figyelemmel, odaadással foglalkozzon a gyerekekkel, és engedjék meg ön is és minden kollega, hogy az intézmény szerint lehetőségeihez mérten szakszervezetünkkel együttműködve egy minimális tárgyi jelképes ajándékkal búcsúztassuk el önöket, az itt lévő kollégáim átnyújtsanak. Köszönöm szépen, Erika! Itt élt a mindennapjaiban is, és remélhetően itt fog élni a továbbra.
nálunk, és nagy-nagy szeretettel fogott a gyermekek tanításához. Úgy gondolom, hogy az a belőle kisugázó szeretet, megértés és a gyerekekkel való közvetlen foglalkozás mindnyájunknak példakép és elismerésre méltó lehet. Vezette a munkaközösséget, irányítója és vezetője volt a különböző szakmai programoknak, ezeket eredményesen és nagyon szépen vett részt. Kívánom, Mónika, hogy az új munkahelyén, új iskolájában ugyanilyen szeretettel és tisztelettel végez a gyerekek iránti munkáját, és bízom abban, hogy nagyon eredményes lesz. További jó munkát! Ismerkedtünk meg, fiatal.